visszafogtuk, hát akkor rajta, akkor nézzük, akkor álljunk neki, és hát így született meg a Gördülő Tánccsoport, ami tulajdonképpen a mai napig fönt áll, és nagyon-nagyon sok kerekesszékes és sérült fiatalnak ad új célt, új erőt. Úgy tudom, hogy van nekik egy honlap címük is. Tudod azt esetleg? Igen, gördülőtánc.hu. Úgyhogy itt meg lehet nézni őket. Ajánlom mindenkinek a figyelmében, nagyon színvonalas, szép műsort adnak. És akkor ő elkezdte ezt csinálni tulajdonképpen, és kapott maga mellé embereket, vagy hogy haladt őket? Igen, hát egy egész tizenvalány tagú párosból áll, aki mindenki kerekesszékes, és egy ragyogó táncsót alakítanak, és ez nagyon mai napig élteti őket, és egy új célt adott az életükben, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Én úgy tudom, hogy van még egy Rózsika nevezetű kedves ismerősöd is, akinek az élete nagyon tanulságos, lehet, hogy elmesélnéd a kedves nézőknek. Igen. Hát Rózsika az azt hiszem mindannyiunknak egy hatalmas, nagyon szeretek a közelében lenni. Ő egy nagyon-nagyon pozitív gondolkodású asszony. Két nagyon-nagyon sérült gyereke van. Az egyik a Lackó, a másik pedig a Rita, akik halmozottan fogyatékos. Lackónak mind a négy fogyatékossága megvan, kerekesszékes, látássérült, hallássérült és értelmi fogyatékos. Rita, ő kerekesszékes, nem értelmi fogyatékos, és pici látássérültsége van, de szóval elég nehéz helyzetben vannak, mind a két fiatal teljes gondozásra szorul, és Rózsika ez az élethelyzet mellett tulajdonképpen kezdhetnénk onnan, hogy meghalt a férje, meghalt az anyukája, tehát tényleg nagyon-nagyon rossz élethelyzetben volt. Amikor ott van a táborokban, akkor csak úgy hívják a fiatalok meg a többiekbe, főleg az intézeti élő fiatalok, hogy a Rózsi mama, mert olyan kisugárzása van, és annyira szeretik a fiatalok, hogy mindig ő az, aki ossza a vizet, és ott van, és nem csak az két saját gyerekét látja el, hanem még az összes intézet is gyerek körül ott van, és adja a pozitív kisugárzását is, a jó kedvét, és mindent, úgyhogy nagyon tisztelem őt ezért. Kata, mit tanácsolnál azoknak, akik eddig morcosan és pesszimistán élték az életüket, de most ezután a riport után szeretnének változtatni? Hogyan kezdjék el? Hát én úgy gondolom, hogy ha keresenek egy olyan embert, akik nálannál sokkal rosszabb helyzetben vannak, én úgy gondolom, hogy van, mindig mindenkinél van rosszabb. Az ember úgy gondolja, hogy már én vagyok a legrosszabb helyzetben. Egyébként erről van is egy történet, egy kórházban volt egy ismerősöm, és borzasztó passzimista volt, de tényleg nagyon beteg volt, kerekesszékbe került, cukorbeteg volt, dialízisre járt, tehát tényleg elég rossz helyzetben volt, és borzasztó nehezen tudtuk kimozdítani őt, és aztán mondtuk neki, hogy nézzünk már szét, mondom, biztos, hogy van itt a kórházban olyan ember, aki még náladnál is rosszabb helyzetben van, és mikor találtunk egy ilyen embert a nővérek segítségével, akkor utána kértem az illetőt, hogy a kedvemért menjen el hozzá, és beszélgessen vele, és keresse az ő társaságát, és próbáljon segíteni neki, és onnantól kezdve teljesen kinyílt. És mikor elkezdett neki segíteni, akkor már az ő gondjai tényleg kevesebbnek tűnnek, vagy kisebbnek tűntek, és így könnyebben átvészelte az ő saját helyzetét is. Volt egy táborban egy segítőt, akit tudatosan hívtunk el, aki egy nagyon erős depresszióban szenvedett, kórházi kezeléseket kapott, és úgy látta, hogy nincs értelme az életének, és teljesen kétségben volt esve, és elhívtuk egy táborunkba, és ott olyan fiatalokat adtam mellé, ezt a Johannát, akit már említettem, aki ilyen nagyon életvidám, és nagyon kedves, és pozitív gondolkodású volt, akiknek ugye apró fizikai segítséget kellett neki nyújtani, de ő olyan sokat kapott lelkileg ezektől a fiataloktól, hogy a tábor végén azt nyilatkozta, hogy a több hónapos kórházi kezelése nem ért annyit, mint a táborba itt egy hét. Hogy annyira, az hogy nem is érti, hogy eddig miért volt így elkeseredve, megvan keze, lába, tud menni, hogy nem találta az élet értelmét, és hogy ezt nagyon köszöni nekünk, úgyhogy nagyon jó volt azóta is járogatni a táborunkban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban, és azt kívánjuk, hogy Isten áldja meg továbbra is a munkátokat. Sok erőt! Köszönöm szépen! Minden jót!